A bonyhádi polgármesteri hivatal nagy terve, megtelt a sport és civil szervezetek képviselőivel, akik anyagi támogatásban részesülhettek a 2023-as évre. Abban a formában, ahogy ma is megtörtént a civil szervezeteknek és sportegyesületeknek a támogatói okiratának az átadása, az körülbelül 10 éve zajlik így, gyakorlatilag így mondhatom, hogy a polgármesterségem óta. Azért gondoltuk, hogy ez egy olyan út, amit érdemes közösen együtt járnunk, mert szeretem, ha mégiscsak megadjuk a módját annak, amikor egy ilyen támogató ökirat aláírásra és átadásra kerül, ne csak egy irodában legyen ez átadva, hanem azok a közösségi vezetők, akik vállalják a szabadidejük terére, hogy összekovácsolva egy-egy szervezetet legyen, az bármilyen jellegű egyesület, az egy olyan plusz munka és egy olyan plusz lehetőség és adottsága egy városnak, ami rengeteg, nem tudom másképp fogalmazni, pluszt ad az egész város közösségének, hiszen ezek a civil szervezetek rendszeresen több évtized óta működnek a településünkön. Van, aki éppen idén a 20. jubileumát fogja nem sokára ünnepelni, az átkontaktusok, a modern táncosok. Én magam is megdöbbentem, amikor a pályázatokat olvastam, hogy már 20 éve működnek a városunkban, holott az egy ifjú civil szervezet a város életében. Bonyhádon számos olyan civil és sportszervezet működik, amelyek több évtizede munkálkodnak már azon, hogy színesítsék a város életét is. Van olyan is, aki idén először kapott az önkormányzattól támogatást, de már olyan lendülettel kapcsolódtak be a város életébe, ami igazán örömteli, mert fontosnak tartjuk mindannyian, akik ilyen szerepkört vállalnak az egyesületek élén, és így nyilván egy városvezető is, hogy őket pont nem kell arról meggyőzni, amiről itt az erőszóban is, a köszöntőmben is megfogalmaztam, hogy azok a fizikai együttlétek, azok a közösségi élmények, az a közösségi erő, ami ezekben a szervezetekben rejlik, az mindannyiunk számára nagyon fontos. Annyi probléma van ma a világban, az egyének szintjén is, mentálisan is, túl vagyunk egy komoly Covid-járványon, és sok minden nehézség nehezíti a hétköznapjainkat az egyének családi életében is, amivel igazán túljutni sokkal könnyebb egy közösségben, mint magára maradva valakinek. És hogy egy ekkora településen ilyen színes és szerteágazó civil szervezetek és sportegyesületek működnek, az azért örömteli, mert nagyon sok lehetőség van arra, hogy mindenki megtalálja a magához leginkább valót, az érdeklődési körének leginkább valót, és az is fontos, hogy nem csak hivatalosan bejegyzett, cégbíróságon bejegyzett civil szervezetekről beszélünk ebben az esetben, hiszen a művelődési központunk is kapott külön támogatást azoknak a kluboknak a működésére, amelyek a kultúrháznak a keretein belül működnek. Ők tényleg csak baráti társaságok, kisebb klubok, közösségek, de mégis egy rendszeresen megtartott közösségi erővel és hagyománya a múltra rendelkező szerveződések, amihez mi örömmel adunk támogatást most már nagyon régóta. Maradéktalanul az elmúlt évekhez hasonlóan megkapták azt a támogatást, amit szokott az önkormányzat ilyen kereteken belül támogatásként biztosítani. Ez konkrétan a sportegyesületek tekintetében összességében 30 millió forintot, a civil szervezeteknél pedig 16 millió forintot jelent. A szervezetek képviselői örömmel tettek eleget a meghívásnak, hogy ünnepélyes keretek között vegyék át a támogatói szerződést az önkormányzattól. A Völcségi Motoros Egyesület is részesült támogatásban, akik a jövőben is arra törekednek, hogy olyan programokat is szervezzenek, ahol a biztonságos közlekedésre hívják fel a figyelmet. Szeretnénk itt a Bonyhádi város is környékén a kis motorosokat, a motorosokat összefogni, gyűjteni, képezni őket, vezetéstechnikai képzésbe. Igazán röviden annyi, hogy baleset megelőzésekre, a városban való közlekedésre, egymásra odafigyelésre, mert ugye a motorozás az egy elég kényes dolog már olyan szinten, hogyha a baleset történik, akkor sajnos attól függetlenül, hogy nem a motoros a hibás, mindig általában ő húzza a rövidebbet, és ezzel segíteni szeretnénk a városi közlekedést is, meg nyilván az önkormányzatnak is segíteni, hogy ne legyen annyi probléma itt a kis motorosokkal, mert most tényleg nagyon sok megjelent, meg ugye most, hogy jön a tavasz, ezáltal még több is lesz. Következő rendezvényünk az pontosan május 6-án, szeretném, ha jó idő lenne, és ez meg fogja engedni, május 6-án lesz a strand, a termálfürdőnek a parkolójába,
itt egy vezetéstechnikai oktatás lesz, itt igazán szakembereket hívtam meg, 2 darab motoros rendőrt, kihívtam a bonyhádi mentősöket, tárgyaltam velük, és nagyon köszönöm nekik, hogy ők is jelen lesznek. Konkrétan arról lesz majd szó, célirányosan akartam egy kicsit a motoros balesetekkel foglalkozni, vagyis mint autósoknak is teljesen jó lenne ezt így egy kicsit áthallgatni, meghallgatni, hogyha történik egy motoros baleset, és én érek oda előbb. Teljesen mindegy autó motorkerékpárral, hozzányúlhatok, nem nyúlhatok hozzá. Az idei évben pályázott először és részesült 100 000 forint támogatásban az Életfa Lebensbaum magyar-német alapítvány. Alapítványunk ez körülbelül 2 esztendeje létezik, elég nehezen jött össze, ugye már kellett egy alaptőke hozzá, ami biztosította ennek a létrejöttét, aztán a tagsággal is voltak ilyen, ki elment, ki érkezett, úgyhogy most éreztük azt, hogy megerősödtünk, és hát szeretnénk ezen az alapítványon keresztül több olyan pályázati lehetőség részt venni, ami majd támogatja nekünk a külkapcsolatainkat, a különböző német programaikat, mert ugye ennek az a neve, hogy Lebensbaum, életfa alapítvány, és hát ezért ez egy szerteágazó dolog, mint ahogy a fának az ága, ugye szerteágazik, tele van kis levélkékkel, és mi kell ezeket a levélkéket próbáljuk meg majd kihasználni, ami a gyerekeket is érinti, a felnőtteket is érinti, az utazásainkat is érinti, és a nagyon sok programot, amit mi tervezünk Bonyhádon. Van nekünk, van egy újságunk, a Bonnhádener Nachrichten, azt szeretném még azért ezt kihangsúlyozni, hogy azért külön támogatást kapunk erre az újságra, az önkormányzattól, és nem is kevés pénzt, elég sokat kapunk rá, ugyanis az újság ez ingyenesen jut el az érdeklődők felé, ezt online is továbbítjuk, de rendes nyomtatott formában, nagyon sok munka van vele, Lón Zsuzsanna az, aki a főszerkesztő, és Köllernék Hoch Ilona, ők ketten szerkesztik, mi, akik ilyen újságíró tanoncok nyomán adjuk be a cikkeinket, a képeinket, az iskolák, az óvodák jelennek meg, a környező német önkormányzatok programjai.